Meg kell követnem a szurkolókat, az előző meccs összefoglalójának végén csalogattam mindenkit, hogy jöjjön ki a Bicske elleni derbire, ha a gólözönt szeretne látni. Nos, ez rendben is volt az 5-0-ás végeredmény, ezt igazolja, de a látott játék. Nos, elrakomta a lomba a jelzőket, lássuk inkább, mi is történt itt a helyi futballszentélyben 23-án a 25. forduló összecsapásán. Az egyébként a bajnokságban tök utolsó vendéggárda egészen motiváltnak tűnt, mellettem egy szakértő felvilágosított, hogy kezeljem a helyén ezt a dolgot, mert az NB3-as csapat keretének kispadjáról 5-en is eljöttek besegíteni a sárgáknak, szóval ez a csapat nem az a csapat, jó rendben. Kiki íramodik meg a 8. percben, van is ebben lehetőség, Rigó ezt még megúszta, nem volt eléggé helyezve a zsuga. Szia, mi? Itt vagyok! Ha nagyon megfeszülünk, akkor sem tudunk semmit mutatni a következő negyed órából. Ezt itt feljegyezzük, Kuhn veszi észre a szélen szökő Juhász Závodka nem lát lerántást. 26. perc, ez viszont csodaszép, Kuhn forgolódik remekül, leköt 3 védőt, Kiki érkezik, Rigó hárít, az újrázás lakké, 1-0. Most Rebőköt dicsérhetjük meg, küzd a labdáért, és érkezik Lak, aki most ezt fölé vágja. Ez itt egy távoli löket, hogy a másik féltől is mutassunk produkciót, Olát nem zavarja senki, Illés meglepi a távoli lövés. Ki vagyok én? Jó! Nagyjából ennyi az első etap. Liber Károly ekkor 5 folyamatos passzot kért a játékosoktól, 3-at tudtunk többször is számolni. Második félidő, Mónus néz fel, hódul előtt a helyzet, a kiérkező Rigót nem sikerül becsapni, és ezért nem, mert kezezés történt, Závodka a 11-es pontra mutat. Kunálod az ítélethez, Rigó jobbra, labda balra, 2-0. Kicsit elszabadulnak az indulatok, összeakaszkodik pár játékos, mondjuk ez nem szép, amit Hódula művelt, villan a sárga, Hódula hátrébb áll, Olának pedig mindenkihez van egy jó szava, Csók közben fájdalmasan fekszik a gyepen. Váradi szerez labdát, megtalálja Andrejt, aki kis hián az első érintésből gólt lő. Fél perccel később búzás bűvöli a labdát, nem cipeli, mert észreveszi a szülinapos Rebőköt, aki szintén beköszönhetett volna. Jó akció, megvannak a kért passzok, Petrástól indul a sztori, búzás látja meg Mónust, aki viszont Rebőköt, ismét megkóstoljuk ezt a lehetőséget. Nem szabadul fel a bicskei kapu, Rebők pedig meggyújtja az első gyertyát a tortán. Búzás szabadrugás, ígéretes megint, csak nem tudnak felszabadítani a sárgamezesek, és most Rebők szolgálja ki Andrejt, aki csak 6 perce van a pályán, nagyon csinos lövés küld Rigó kapujába. Váradi nevét egyre többször kell mondanunk, megint csak észreveteti magát, és ad jó labdát Andrejnek, ebben is van dinamit, de gó sajnos nem. Ez pedig a 90. perc, Váradi passzol Rebőknek, akit először tisztes távolból kísérnek a sárgák. Egy pillanat múlva már Szigeti és Csó is a 11-es számot nézi, Imre pedig így lő el Olá és Rigó mellett. Ez tehát a vége, fanyaloghatunk, mert nem volt jó és egy picit sem volt tetszetős játék, de a 3 pont mégiscsak zsebben, 5 góllal gazdagodtak gólélményeink, a gratuláció kijár, vasárnap ismét 5 óra a kápolnásnyéket fogadjuk, ott viszont kibékülnénk egy ilyen eredménnyel, meglátjuk. Hajrá, Kinizsi!